Sziasztok! Én is igyekszem népszerűsíteni az egyszerűbb témáknak a táborát, úgyhogy próbálom közelítően elmagyarázni a témát. Ez az előadás így egy ilyen általánosabb előadás, úgyhogy nem hiszem, hogy kell sokat mesélni, hogy milyen jó kódolni, és hogy mennyire fontos az, hogy az ember tudja programozni, de egy pár statisztikát azért mondok róla, hogy jelenleg még mindig az Amerikában 10 iskolából csak egyben van rendes programozás oktatás. Ez a helyzet ehhez folyamatosan javul, nem tudom, hallottátok-e, hogy 2-3 hónapja bejelentette Angliában a kormány, hogy már általános iskolában is kötelező lesz ott a programozás oktatás, és Észtországban és Finnországban is futnak meg különböző pilot programok. Viszont még az igazán kezdőknek a programozáshoz bemutató eszközök még mindig hiányoznak, és ezen dolgozunk a kis csapaton, a kis startupommal. Úgyhogy tanítsuk a gyerekeket programozni. Ez a Robofon, ami egy grafikus programozási környezet, ami kifejezetten érintőképernyőkre van optimalizálva. Meg is mutatom, közben elhoztam egy eszközön. Egy pillanat. Lényegében ugyanúgy, mint egy LabVIEW-ban vagy más grafikus környezetben blokkokat kell behúzni egy canvasra, össze kell őket kötni, és utána már a programot le is lehet futtatni. Az érdekesség az benne, hogy ez tényleg társadalom optimizálva, mindent lehet reggelni, droppolni, scrollozni, swipe-olni, úgyhogy tényleg az igazán kezdőknek, és akik olyan embereknek, akik még sosem láttak programozást, azoknak van számva a termék. Kicsit érdekesebbé akartuk tenni, úgyhogy ezért fejlesztjük hozzá a robotik platformot, ami vannak szenzorok, tükör az elejébe, be lehet helyezni a telefont, és a telefonon összerakott programokat le lehet futatni ezen a roboton, és ilyet lehet vele kelteni az egész rendszert. Természetesen vannak különféle konkurensek, a Mindstorms-ot biztos, hogy ismeritek, de mi sokkal inkább a kezdőket célzunk, fiatal generációkra nagyjából 6 éves kortól, és árban is nagyjából egy olyan 100 euró körül lesz a termék. Úgyhogy az MVP-t, a kis prototípust, ezt összeraktuk még tavaly össze, azóta folyamatosan teszteljük, és például az egyik legérdekesebb tesztünket azt még Finnországban ejtettük meg, ahol 5 évesekkel teszteltük le, és már ők is annyira rá voltak tapadva a teszkénre, hogy teljesen otthonosan mozogtak, és több jól tudták használni, úgyhogy mondhatni validáltuk a dolgot. Később szeretnénk ezt a nyelvet más platformokra is kiterjeszteni, jelenleg is a Mindstorms-os portláson dolgozunk, hogy ne kell megvenni a robotot ahhoz, hogy már használhassuk ezt a környezetet, és lesz tabletes verzió is belőle. Nekünk mint startup, a business modellünk is fontos, maga az applikáció az ingyenes lesz, hogyha megvette a felhasználó a platformunkat, és később szeretnék különféle opcionális kiegészítőket fejleszteni hozzá, robotkarokat, mindenféle ilyen kis dolgokat hozzá. És egy ilyen online hubot is fejlesztünk jelenleg, ahol a felhasználók megoszthatják az alkalmazásokat, és letölthetik, alakítgatatnak rajta, visszatölthetik, és egy ilyen kis pici ökoszisztémát építeni köré. Hol is áll a startupunk? Jelenleg zárjuk az első körös befektetéseket, úgyhogy most már úgy tűnik, most már 99%, hogy most már meg lesz az első kör, amire azért van szükségünk, hogy az első valós terméket, ami nem csak egy lézervágott kis prototípus, elkészíthessük, és össze szeretnénk Kickstarteren launcholni majd a commercial verziót. Közben sulikkal teszteljük, úgyhogy a fejlesztés az folyik, viszont ahhoz, hogy tényleg egy kisebb széget ne tudjunk készíteni, a befektetés szükséges. És a csapatra is egy pár szó, főképp egyetemistákból, külön haverok, innen-onnan mechatronikát végzett srácok vagyunk nagyrészt, úgyhogy és nagyjából is szerettem volna elmondani, úgyhogy ha van kérdésetek, akkor sör mellett, vagy akár e-mailben megkeressetek minket. Köszi szépen! Vagy akár most is lehet kérdezni. Itt a fekete kulcsiba. Persze, szerintem a kérdések, hogyha nem az utolsó előadás. Jelenleg annyi rossz hírem van, hogy a robotnak a belseje az nem működik, mert két fázis között vagyunk. Most készül hozzá saját nyelvünk, most még egy légi Arduino van benne, de a nyelvet azt meg tudom mutatni az eszközön, és meg lehet nézni, hogy is van ez, mit is van ez. A lényeg maga a nyelv az látszik, de életre kelni most nem fog sajnos. Igen? Jelenleg ezen a kis prototípuson, ami kifele látszik szenzor, egy ultrahangos szenzor, illetve maga a robot méri az aksi feszültséget és azt, hogy éppen mennyi áramot használ maga, vagy hány ampert vesz fel éppen a rendszer, biztonsági okokból meg ezt is lehet vizualizálni. Úgyhogy ez most csak annyit tud, amit
tehát maga a robotai szenzor van, viszont a telefonnak a szerződést lehet használni, a gyorsulásmérőt, a mikrofont, a kamerát, és ez az érdekes része, hogy a telefon, hogy ezért olcsó az eszköz, mert a telefonnak a szerződést felhasználjuk, ezeket nem kell betenni a robotba, és így lehet egy ilyen kis olcsó kis eszközt fejleszteni. Igen? Persze. Visszagurulok. Nem tudom, mennyire látszik. Szóval a vizuális nyelv az, míg úgy kezdtük annól fejleszteni, hogy próbálunk egy sajátot csinálni, de most jelenlegi helyzet szerint egy JavaScript layer, ami azért fontos, hogy mivel azt tűztük ki célnak, hogy tanítsunk kezdőket programozni, hamar ki tudnak exitelni, hogyha elérték a limitjét a nyelvnek, ki tudnak exitelni simán Java felé, és azt megmutatjuk, ami van mögötte, kód, és akkor már látszik, és már valós oktatási értékony a dolognak. Tényleg csak egy ilyes layer jelenleg. Senki többet? Akkor köszi szépen!